A Védelstad ismét nagy területen állítja ki gépeit a NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépson Mezőfalván. Pontosan milyen gépeket hoztak most, milyen újdonságokat? Két részre különül a kiállításunk, van egy állógépes bemutatónk, illetve kint a gyakorlati bemutató helyszínén vannak a mozgógépeink. Mozgógépeink között három eszközt láthatnak az érdeklődők, egy Carrier XT névre hallgató vadonatúj fejlesztésű Carrier található odakint, egy Spirit gabonavetőgép, illetve egy Opus szántóföldi kultivátor. A Carrier XT-ről érdemes talán annyit mondani, hogy ugye 20 éves hagyományokkal rendelkezik már a Carrier, de mindig dolgozunk azon, hogy újabb és újabb megoldások kerüljenek a piacra. A kint látható modellnek a nagy újdonsága, hogy saját futóművel rendelkezik, illetve ami egy igazán jó fejlesztés, hogy a tárcsák szögállítása a munkamélység függvényébe automatikusan történik. Tehát gyakorlatilag, amikor a pilóta munkamélységet állít a gépen, akkor a szög automatikusan változik. Nyilván ennek ott van nagyon nagy jelentősége, hogy egy sekély munkavégzés esetén nagyobb szöget kíván meg az, hogyha mi igazán jó munkaminőséget szeretnénk elvárni a géptől és a terület teljes átfedését. Amikor mélyebben dolgoznak a tárcsalapok, ugye akkor teljesen fölösleges és indokolatlan a nagy szögállás egy-egy tárcsalapon, de most ez automatikusan változik. Gyakorlatilag egy elforgó tengelyre vannak függesztve a tárcsatartó karjaink, és ennek a szög változtatásából alódik ez az eredmény. A Spirit Gabona vetőgépünket ugye úgy szintén nagyon jól ismerik, és régóta a piacon van, és nagy sikernek örvend. Alapvetően mi általában a középkötött és lazartalajokra ajánljuk ezt a gépet. Nyilván sok példa van rá, hogy ahol már a talajok olyan kultúrállapotban vannak és odafigyelnek a magátkészítésre, ott sikerrel alkalmazzák egyébként kötöttebb talajokon is ezt a típusú gépeket. Nyilván mérettől függen úgy jön rendelkezés rá csak magvetésre, alkalmas gép és műtrágya kiszórásra alkalmas géppel is. Az Opus kultivátorunk ugye a másik, két típusra különül egyenlő nálunk ez a kultivátor család, ugye vannak a tárcsás kultivátorok és az, amit az Opus képvisel. Gyakorlatilag az a forgatás nélküli alapművelésnek az egyik fő eszköze. Nyilván mindenkinek próbáljuk azt ajánlani, ami az adott gazdasághoz jól passzol. A szármaradvány kezelés kérdése itt egy nagyon fontos, hogy melyik gazdaság ezt hogy oldotta meg, és melyik kultivátor az, ami neki tetszik. És itt piroslik mellettünk egy szép szemenkénti vetőgép, erről mit kell tudnunk? Így van, ez a Tempo modellcsaládnak az elnevű tagjára hallgat, egy 12 soros verzió, ami itt mögöttem található. Alapvetően ugye több mint 10 éves már nálunk a Tempo modellcsalád, és ez idő alatt eljutottunk odáig, hogy minden gazdasági mérethez és adott gazdaság igényeihez tudunk Tempo modellt kínálni, tehát akár a 4 soros függesztettől, az egész teteje a 24-32 soros központi magtartás gépekig minden elérhető, ami ha mondhatom azt, ami gazdának kívánsága lehet, tehát mindenre tudunk megoldást kínálni. Nyilván ez a mai korban már nem egy különleges dolog, hogy mikrogranulátumot, műtrágyát automatikusan ugye tud kijuttatni, és az idei évben értük el, vagy érjük el a tervek szerint, hogy átadjuk az ezredik Magyarországon értékesített tempóvetőgépet, ami azt gondolom, hogy egy óriási szám, főleg ha egy 10 éves időintervallumot nézünk. Mindemellett a fejlesztés sem állt meg, nagyon sok újdonsággal készülünk egyébként a jövőbe hozandó vagy piacra kerülő tempók esetében is, és ugye jelenleg is zajlik a 24-es modell lévő tempóknak az előszezoni akciója, ami azt akarja, hogy június, július és augusztus hónapban jelentősen nagyobb kedvezményt kaphatnak belőle a gazdák. Nyilván nem titkoltan ennek az a célja, hogy aki jövő tavaszra vagy esetleg még repcére szeretne ilyen gépet és ebben szeretne vetni, annak az időben történő megrendelése, ugye az elmúlt évek történéseit látva elengedhetetlenül fontos.